Ölfölvitézek hívószót kapta, az a családi délután, amelyel a Vörösmarty Művelődési Központ várta az érdeklődőket. A lelkesedésen kívül semmi egyébre nem volt szükség, ez pedig egyáltalán nem hiányzott a megjelentekből. A március 15-ére készültünk mi is a Művelődési Központtal, és ez alkalomból egy családi délutánt terveztünk. Gyerektáncház van nálunk, és gyermekeknek kézműves foglalkozás. Leginkább a családosok, de azon belül ugye a fiatalabb, kisebb korosztály, tehát tényleg 3-tól 8-9 évesekig próbáltuk megcélozni a közönségünket, vagy hát igazából a közösséget, hogy ezáltal is hangolódjunk együtt a március 15-ére. Lehet nálunk fotózkodni, és van egy kis fotósarkunk, ott van egy katona, akit Laninak becéztünk, vagy neveztünk el, és van egy menyecskénk, akit pedig Julinak neveztünk el. Itt a gyerekek nagyon észrevették az elején, és jöttek ide egyből fotózkodni, és 5 helyszínen, 5 asztalnál történik a kézműves foglalkozás. Lehet pártát készíteni, huszárcsákot, tulipánt, lovacskát, nemzeti szallaggal, és gyakorlatilag lehet még ilyen kis huszárt is készíteni szalvétából, tehát igyekeztünk olyan eszközöket használni, amit gyerekek is szívesen használnak, és kézügyességüknek megfelelő. Közben folyamatosan mondjuk nekik, hogy március 15-e miatt vagyunk itt, és az, hogy mindegyikünknek gyakorlatilag olyan színek is vannak, ami a magyarságunkhoz köthető, tehát a piros-fehér-zöld színek, tehát ezáltal próbáljuk közelebb vinni őket, és közben pedig mondjuk is nekik, hogy éppen miért huszárt, vagy miért pártával foglalkoznak, vagy miért éppen lovacskát készítenek. Megmondom őszintén, hogy nagyon sokan vagyunk, szerintem közel 100-120 fő, itt a mellettünk lévő részen ugye meg a gyerektáncház van, nagyon nagy az érdeklődés, nagyon örülünk ennek, és mi úgy érezzük, hogy azáltal, hogy ők itt vannak, már a családok eleve mondták is nekik otthon, hogy gyakorlatilag miért is látogatják a Művelődési Központot a mai napon. A legkisebbek is könnyen felvették a ritmust a nekik szóló táncház alkalmával. A szervezők ügyeltek rá, hogy a délután folyamán mindenki megtalálja a kedvére való elfoglaltságot, így a táncház is korcsoportos bontásban szólította meg az ifjúságot. A mai táncházunknak a cím az, hogy felfelvitézek, tehát valóban egy ráhangolódás a nemzeti ünnepünkre, és ennek az apropóján lesz egy olyan táncházunk, amiben az egész kicsiket is megszólítjuk egy kis játékokkal, illetve nagyobbakat is igyekszünk majd bevonni egy kis hősről emlékezés, egy kis kardon, egy kis táncos játékkal. A létező legegyszerűbb lépésekkel, egy kis bokarugó, egy kis térdrugó, egy kis sarokkirúgás. Igazából nem is a tánc lesz maga hangsúly, az, hogy hangot hozzunk a gyerekeknek, hogy énekeljünk, hogy átéljük ezt az asztal dolgot, amit én nagyon fontosra tartok, ezt a nemzeti öntudatot. Szerintem erre nekik tudatalat van igényük. Ők ezt akarják, ők még olyan picik, ők még keresik a világot, most pedig a világot, és ha már megszokják, hogy a világban van olyan, hogy magyarság, magyar ünnep, akkor ez nekik ezt természetessé válik. A gyerekek örömmel ragadtak kezükbe ollót, ragasztót, hogy az útmutatást követően saját maguk készítsék el a március 15-éhez köthető dekorációkat. Én már tulipánt csináltam, és olyan nem tudom, hogy micsodát az a huszár, vagy nem tudom mi az, és most csinálom ezt a fejdíszt. És tudsz valamit március 15-éről? Hát, hogy akkor volt a forradalom. A szülők hálás szívvel fogadják az e fajta rendezvényeket, ahol gyermekükkel játékos formában ismerkedhetnek a történelem egy kis szeretkéjével. Ez hozzátartozik a gyerekneveléshez, vagy a gyereknevelés hétköznapjaihoz, hiszen mi is ugyanúgy hallottuk a szüleinktől. Meg hát igaz Lehel. És jövő héten az óvodába is kell vinni kokárdát, és Percel Mór sírjához fognak elmenni, és amikor annyi idős voltam, mint a Lehel, hát ez már a múlt év ezredben volt, akkor nálunk is ez volt az óvodábra program Jelko Bonyhádon. Itt rengeteg minden kötődik itt a 48-as forradalomhoz.
És hát jó dolog, hogy egy ilyen rendezvény van a városban. A program, amely kellemes pillanatokon keresztül csempészet történelmi tudást a gyerekek napjába, az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által kiírt Csóli Sándor alapból valósult meg.